A Tóth Szentmártoni nyitott pincék napján a horvát-magyar ételkülönlegességek mellett több tucat minőségi bort is megkóstolhattak az érdeklődők. Ez az új hagyomány, ez olyan címszó alatt alakult, ugye, hogy nyitott falunap és nyitott pincék, és fölköltöztünk ide az Orbán pihenő. Ez az Orbán pihenő azt hiszem 5. éve, hogy elkészült, és mivel itt van ez az Orbán pihenőnk, és szép a környezet, én azt hiszem, hogy szégyenkeznünk nem kell a pince sorral, mert elég rendezett a hegyhátunk, a gazdák nagyon igényesek lettek, egyre jobbak a borok, vezetékes víz van, villany van a hegyen, aszfaltos út van a hegyve, tehát a pincéket szépen kialakítják ki lehetősége szerint, de legtöbbnek fürdőszobája van, tehát itt alszik, ha úgy adódik, nem megy haza autóval, bár közel van a faluhoz, gyalog is, 10 perc a legmesszebbből is, 15-20 perc alatt haza lehet gyalogolni, de jól érzik itt magukat az emberek. Sajnos a fiatalok már nem nagyon kedvelik a szőlőművelést, de az idősebbek igen, és a borainkkal sem kell szégyenkeznünk, hiszen mai nap is itt számos borászunknak, illetve szőlőtulajdonosnak, vagy borásznak itt van a bor a kis borházban, amit meg lehet kóstolni mindenkinek ingyen. Sütnek itt csevapot a Goricsáni Horvát Egyesülettől, és pekába sütik a csülköt. Tehát ez, a peka azt tudni kell, hogy egy öntött vas edény, amiben belepakolnak mindent, krumplit, hagymát, csülköt, és van egy olyan fedel, amit az egészet lefedi, és betemítik parázsba, és akkor a saját levébe sül meg minden. Az mellett sütnek egy 120 adag csevapot, amit az előbb mondtam, valamint sütöttünk mi itt erdélyi kenyeret, pityókás kenyeret, ugyanis a falunkba költöztek 2 éve az Elekes család, és a gyöngyvér, az Elekes gyöngyvér, Elekesné, nagy szeretettel már tavaly is, meg az idén is sütött egy 6-2 kilós körüli kenyeret, 15 kiló lisztből, itt a közkemencében, az Orbán pihenői kemencében. Ezzel várjuk mi most a érkező vendégeket. A kettős rendezvény egyik fő célja az identitás megőrzése, a környékbeli horvátság és a két nemzet közös hagyományainak ápolása. És azt lehet mondani, hogy most olyan helyen vagyunk, amelyik az elmúlt időszakban a borkészítés, a szőlőművelés területén nagyon-nagyon előre tört, fejlődött, és nem véletlen az, hogy a bor ünnepét ünneplik most már rendszeresen itt Tóth Szentmártonban, az Orbán helyen, ugyanis már vendéglátásra is alkalmas az a bor, idegenek idecsalogatása is alkalmas az a bor, amit itt készítenek. Kimondottan jó minőségi borok készülnek. Természetesen nem csak itt, hanem szerte Zalába. Ez bizonyítja a nem olyan régen, talán 1,5-2 hónappal ezelőtt Becsehelyen megrendezett borverseny is, megyei borverseny is, amelyik azt mutatta a hozzáértő, szakértő zsűri szerint, hogy Zalában óriási előrelépés van a minőségi bor készítés és az ehhez fűződő szőlőművelés területén. És azért hoztam ide ezt a borversenyt, hisz azon a borverseny a Tóth Szentmártoni borok, ezen a hegyen készült, hegyháton készült borok kiváló eredményeket értek el, hisz megyei szinten is nagyon jó díjakat kaptak, és hát ki kell emelni, hogy a Muraföld bora innét tőlünk most, ahol állunk, talán 200 méterre készült, és van benn még mindig néhány 10 liternyi a hordókban. Egy nagyon-nagyon jó minőségű, nagyon kellemes zamatú bor Tóth Szentmártonból lett a Muraföld bora. Úgyhogy egy ilyen alkalommal talán nem csak a bornak az ünnepe, nem csak a szőlőművelésnek és a szőlőművelés tudásának az ünnepe ez, hanem egyben biztatás is mindenkinek, aki értékeli a hegyen, a szőlőben végzett munkát, és arra akarná adni a fejét, hogy valamikor bort készítsen, hogy érdemes vele foglalkozni, még talán arra is, hogy a saját maga szórakoztatására töltsön el órákat tavasztól őszig itt a hegyen, de hát természetesen nem csak saját magának készíti egyetlen egy gazda sem a bort, hanem a baráti társaságnak, vagy néhányan eladásra készítik azért, hogy a jó magyar bort minél többen fogyasszák, és minél többen megismerjék.
És a harmadik, amit nem említettünk, a harmadik oka ennek az ünnepnek pedig az, hogy miután tudjuk azt, hogy Tóth Szent Márton egy horvát nemzetiségi falu, itt azért a térségben meglevő barátságnak az erősítésére is szolgál, hisz mögöttünk itt horvát szót lehet hallani, és nem magyarországi itt élő horvátok beszélnek horvátul csak, hanem a határ túlsó oldalára is jönnek át barátok. Jönnek olyanok, akik ezt a régi, nagyon jó barátságot határon inneni és túli horvátok között ápolják, és az itteni horvátokon keresztül pedig nekünk is jó kapcsolatunk alakult ki határon túli horvátsággal. Úgyhogy egy-egy ilyen ünnepnek, amit egy horvát faluban, horvát nemzetiségű faluban tartanak, ez is egy nagyon fontos része, alkotó eleme, hogy a meglevő barátságokat erősítsük, és új barátságokat, a két nép között új barátságokat tudjunk kialakítani.